Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Radio hallgatót, a mikrofonnál Max-et halljátok, és természetesen ma is itt van velem a vonalban Eszlári A. László. Szia, Laci! Szia, Tamás! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy ismételten itt vagy. Ez a nyolc részes... Na, még egyszer. Ez a nyolc részes sorozatunk nyolcadik része, ami azt jelenti, hogy még néhány hallgatói kérdésre fogunk válaszolni, aztán utána majd tartunk egy pici szünetet, és valami nagyon nagy dologgal készülünk, de erről később, mert hogy először is vannak nekünk drága Max Rádió hallgatóink, akik kérdeztek tőlünk, kommenteltek nekünk, és hát akkor csapjunk bele az utolsó körbe. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon érdekes lesz. Lacival fogjuk kezdeni, aki kérdezett Lacitól. Így szól, kedves László, ha úgy döntök, ahogy döntök, engem senki sem állíthat meg. Ez néha car, C-vel írta, de ilyen vagyok, és kész. Ha elbaltázok valamit, max tanulok belőle. Hát ezt írta nekünk Laci. Oké. Hát először is üdvözöllek, kedves Drusán, akkor egy válasz Lacitól Lacinak. Ugye az teljesen jól látod, hogy bármifajta kudarc az életben az nem más, mint egy tanulási folyamatnak a része, és itt a soraiból ez lejön, hogy te ezt így is éled meg. Viszont engedd meg, hogy adjak neked egy picit más nézőpontot ahhoz, amit írsz, amit képviselsz, hogy ugyanis ha elbaltázol valamit, azzal nem biztos, hogy csak magadnak ártasz. És jó, hogy ezt te ilyen nagyvonalúan kezeled, de gondold át egy kicsit ilyen szempontból is a döntéseidet. És a másik dolog, ez az ilyen vagyok és kész mondat. Én egy pici indulatot, dacot, talán makacságot érzek el mögött, és a szomorú helyzet az az, hogy pontosan ez az a kijelentés, ami gátolja az ember fejlődését. Mert ilyen vagyok és kész, ez rendben van, de mi lenne, hogyha nem ezt mondanád ki, hanem magadba néznél, és azt mondanád ki, hogy milyen akarsz lenni, úgy igazán belül. Szerintem gondold végig egy picit ezt ilyen szempontból, Laci. No, hát menjünk tovább. Flóra a következő írónk, aki tulajdonképpen, ha úgy veszem, akkor nem is Lacinak írt, hanem hát volt nekünk egy Zolink, van nekünk egy Zolink, aki természetesen ő is írt, de először nézzük Flórát. Szóval Flóra azt írja nekünk, Zoli azt írta, hogy nem hisz a vonzás törvényében. Sokáig én se hittem, de amióta bízom magamban, tudom, mire vagyok képes. Hát én ezt külön köszönöm Flórának, mert hogy nagyon-nagyon fontos dolgot írt le. Ugye, Laci? Így van, Flóra, köszönjük szépen a soraidat. Valóban belülről kell elindulni mindenfajta stabilitásnak, biztonságnak, bizalomnak. Ugye ezt nevezzük önbizalomnak, és ha ez megvan, akkor leszünk képesek arra, hogy a minket körülvevő világban is meglássuk a pozitív dolgokat. Úgyhogy ez teljesen stimmel, és nagyon jó, amit írtam. És akkor, ha már egyszer, a mi drága hallgatóink figyelnek, hiszen egymásnak üzengetnek itt az üzenőfalunkon, de hát említettük Zolit, hogy Zoli is írt nekünk. Ugyebár vele volt az a történet, amikor is Zoli azt mondta, hogy nem hisz a vonzás törvényében. Na most újra írt nekünk Zoli, és ezt írja. Nem azt mondtam, írtam, hogy nem működik, hanem hogy nem hiszek benne. Ha hiszek benne, akkor be is vonzom. Hát inkább nem hiszek benne, így megmaradhatok az épeszűek táborában. Hát ilyet írt nekünk Zoli. Na mit szólsz te ehhez, Laci? Zoli, egyrészt köszönöm szépen a nyitottságodat. Nagyon, nagyon jó ez a diszkuszió, amiben keveredtünk. Hogy fogalmazzam meg ezt úgy, hogy az univerzum energiái nem attól működnek, hogy hiszel-e bennük, vagy nem. Ezek egyetemesek, ezek fölöttünk állnak. A döntés az természetesen abszolút a tiéd. És ezt senki nem kérdőjelezheti meg,
illetve mindenkinek el kell fogadnia, hogy te hogy látod ezt, hogy érzed ezt. Viszont az utolsó mondatodban a minősítés, a polarizálás, amit teszel, az nagyon leszűkíti azt, amit látsz, tapasztalsz, és így lelassítja a fejlődést. És az, hogy mennyire relatív a mi világunk, mennyire különböző nézőpontok szerint tudunk működni. Engedd meg, hogy egy rövid példával illusztráljam. Egy régi ügyfelem, aki egyébként egy nagyon sikeres német üzletember, elnézést, neki van egy bátyja, aki autista. Nem ez a mai divatos Aspergeres vagyok, meg autista vagyok, mert nem tudnak velem mit kezdeni, hanem tényleg keményen, tehát orvosilag igazoltan autista. És ezért ő egy intézetben él, ahol az én ügyfelem őt rendszeresen látogatja, és jobb napjain lehet vele kommunikálni is. És képzeld el, hogy ez az autista ember, aki a világtól elzártan, nagyon szigorú rutinok szerint éli az életét, ez megkérdezte az én ügyfelemet egy ilyen beszélgetést kommunikáció során, hogy mondd, miért gondolod azt, hogy ti, akik kint vagytok, ti vagytok a normálisak? Úgyhogy ezen egy picit gondolkodjál el. De mondom még egyszer, köszönöm szépen, hogy írsz és reagálsz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa volt, Laci, mert hogy az autizmus, aki látta a The Rayman című filmet, az esőembert, az egy kicsit jobban talán képbe van ez ügyben. Egy fantasztikus dolog, amellett, hogy természetesen egy nagyon csúnya betegségről beszélünk, de annyi mindent lehet tőlük tanulni már, mint az autistáktól, hogy az valami hihetetlen. És hát az autistáknak a szemlélete az valahogyan magától értetődően más. Magától értetődő nekik, hiszen ő nekik ez a normális, és ezt akartam az egészből kihozni, hogy ugye nekik tényleg az a normális, ahogy ők élnek. Tehát ők bennük nincs egy olyan dolog, hogy mert én más vagyok. Nem. Ő nekik ez a tök normális. És ez a szépsége is egyben az egésznek, hogy egy fantasztikus dolog végignézni azt, hogy emberek hogy élnek, és milyen szemlélettel rendelkeznek, és azt hiszem, hogy ezekről a dolgokról még érdemes beszélgetnünk a jövőben is, de mielőtt erre rátérek, ha bármit szeretnétek kérdezni, akár személyesen Lacitól, vagy online, akkor eszlári.hu, hiszen Laci többek között azért van itt a Megszárióban, hogy megismerjétek őt, és amennyiben bármilyen kérdésetek van, vagy problémátok van, megoldást szeretnétek, akkor Laci szerintem készséggel áll a rendelkezésetekre, de hát ne vegyem el a szót tőled ennyire, Laci. Érdeklődve hallgatlak, semmi gond. Igen, mert hogy tényleg azért alapvetően van neked egy fantasztikus munkád, amikor is segítesz az embereknek, és a segítségen van a hangsúly. Igen, és én azt gondolom, hogy erre a mai időkben egyre nagyobb szükség van, és valahol pontosan érzem már egy jó ideje, hogy ez az én útam, hogy így a magam szerint eszközeivel és a magam szintjén segítsek, amennyit tudok. Nyilván nem én fogom megváltoztatni a világot, de az a pici, amit hozzá tudok tenni, az remélhetőleg számít majd a világ változásában. Hát igen. És egyébként pont amiről beszéltél, ezt a különböző nézőpontokat próbáltam így Zoli felé kommunikálni. Hát igen. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy tetszett ez az elmúlt 8 hét, Laci, hiszen ez az etap ez most véget ér itt a Max Rádióban, és kíváncsi vagyok, hogy te hogy érezted magad az elmúlt 8 hétben? Hát az első, ami eszembe jut erre a kérdésre, az az, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok rengeteg mindenért, egyrészt azért, hogy vannak hallgatóink, akik beszélgetnek így velünk, vannak, akik tudjuk, hogy kísérik a műsort, fontos számukra az, hogy szerda reggelente meghallgassák, hogy miről beszélgetünk mi itt. És én egyébként nagyon-nagyon jól éreztem magam ebben a 8 beszélgetésben. Nekem teljesen új volt mindez.
mert én nem rádióztam ezelőtt, úgyhogy új élmények, új tapasztalatok, és rengeteget tanultam. Én abszolút egyetértek abban, hogy folytassuk ezt egy picit más formában, de meg fogjuk tenni. És ha van rá időnk, és megengeded, akkor röviden összefoglalnám, hogy tulajdonképpen miről beszélgettünk mi itt az elmúlt 8 hétben. Ugye beszélgettünk a problémáinkról, hogy mik okozzák a mi gondjainkat, és ez én látásmódomban egyrészt a felgyorsult világ, amihez nem gyorsult az alkalmazkodó képességünk. Ugye a karmánk, amit most itt meg sem próbálok kibontani, csak annyit róla, hogy nagyon fontos megérteni, hogy nem azért vagyunk olyanok, ilyenek, mert egy napon egy adott helyen születtünk, hanem pont fordítva. Azért születtünk akkor és ott, hogy ilyenek legyünk. Mert ez a személyiség és a környezet a legoptimálisabb ahhoz, amit meg kell tanulnunk. És ahogy már itt az adás elején is elhangzott, ugye minden problémánk, nehézségünk az egy lecke. Mert csak most és itt tudunk fejlődni. És a harmadik dolog, ami a problémáinkat okozza, az ugye a szocializációnk, hogy mire szoktatnak, mire akarnak minket rákényszeríteni. Hát ez ma leginkább az engedelmesség, a szürkeség, a teljesítmény, az elvárások kielégítése. Most a jó hír az, hogy minden problémára van megoldás, a problémáinkat viszont csak akkor tudjuk eltüntetni az életünkből, ha megtaláljuk és megértjük az ezeket kiváltó okokat. Ehhez viszont két dologra van szükségünk, bátorságra és tudatosságra. Bátran szembe kell néznünk a problémáink okaival, és kellő tudatossággal kell kezelnünk őket. És hogyha probléma megoldás, amit én tudok adni nektek, az egyrészt a lehetőség arra, hogy megváltozz. Ebben állunk és beszélgetünk, ami így nagyon egyszerűen hangzik, de higgyétek el, hogy nagyon mély fájdalmas és felszabadító is tud lenni. Minél egyszerűbb kérdés, amit feszeknek sokszor, annál nehezebb megadni rá a választ. Viszont mindenkiben ott van az a különleges plusz energia, ami a változáshoz kell. Én ezt segítek felszínre hozni, és hogy megtanuljátok ezt használni. És hogy miért most van itt az ideje annak, hogy megváltozzunk? Szerintem most élünk egy olyan kort, hogy talán még soha nem volt ennyire szükség a tudatosságunk megerősítésére. Mindent el akarnak venni tőlünk, az identitásunkat, legyen az egyéni, nemzeti vagy akár nemi, a kreativitásunkat, sőt lassan már a gondolatainkat. Úgyhogy meg kell tanulnunk használni a minket körülvevő pozitív és gyógyító energiákat. És a módszer, ami megváltoztat, hát ezzel kapcsolatban sok megkérdezik, hogy problémorientált-e az én módszerem. Hát azt kell mondjam, hogy abszolút nem. A probléma ugyanis csak egy tünet. Lehet, hogy fáj, lehet, hogy papra küld minket, de akkor is csak egy tünet. Nekünk nem a tüneteken kell dolgoznunk, hanem azon, hogy mi okozza azokat. Hiába kezeljük a tüneteket, ha a kiváltó okot nem szüntetjük meg. És hogy mindez miért jó neked? Hát, mert a tünetek megszűnése az a változásodnak a mellékhatása lesz. Arról a változásról beszélek, amit te hozol létre. És azáltal hozod létre, hogy megváltoztatod a gondolkodásmódodat. Tehát, ha megváltoztatod a gondolataidat, elindul benned egy változás, és egyszer csak azt veszed észre, hogy eltűntek a problémáid. Hát ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit ugye... A probléma orientáltságról beszéltél, és hogy a te munkád milyen, én azt gondolom, hogy erre talán a legjobb szó az én olvasatomban az, hogy megoldás orientált a te munkád. Mert hogy alapvetően vannak gondok, vannak problémák, de mindig a megoldásra törekszel, hogy közösen megtaláljuk a megoldást az adott gondra vagy adott problémára, az adott élethelyzetre. És ezzel kapcsolatban pedig ugye már te is egy kicsit pedzegetted, hogy szemléletváltásra van szükség. Arra van szükség, hogy egy kicsit átgondoljuk a dolgainkat, hogy egy kicsikét szemléletet változtassunk, és azt gondolom, hogy annyit elárulhatok a jövővel kapcsolatban, hogy már dolgozunk Lacival azon, hogy egy újabb 8 részes sorozat elinduljon itt a Max Rádióban, aminek bizony pont ez lesz a lényege,
úgyhogy egy picikét most el fogunk menni pihenni, Laci is elmegy egy picikét nyaralni, aztán utána augusztus második felében vissza fogunk térni majd, és egy új sorozatot indítunk. Szerintem ez így volt kerek, ugye Laci? Így volt kerek, Tamás, nagyon szépen köszönöm neked is a lehetőséget, a hallgatóknak külön az, hogy követnek minket, és szeretnek minket, és engedd meg, hogy egy nagyon szép gondolattal zárjam le ezt a 8 részes sorozatot. A szeretetről, ha már szóba hoztam, Osó mondta azt, hogy a szeretet az nem a gyűlölet ellentéte. A szeretet az képes magába olvasztani a gyűlöletet, és megváltoztatni azt. Úgyhogy én mindenkinek azt kívánom, hogy ez sikerüljön neki. Nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon szép záró gondolat volt. Kedves Megszárdió hallgatók, az elmúlt 8 hétben Eszlári A. Lászlót hallottátok, na meg természetesen engem. Legközelebb is tartsatok majd velünk, hamarosan újra fogunk jelentkezni, addig is érezzétek nagyon jól magatokat, és mi pedig hamarosan érkezünk. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, szia Tamás, mindenkinek kellemes szép nyarat kívánok. Mi is ezt kívánjuk neked, szia! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.